Szevasztok, Gabi vagyok a BSV-ből, ez pedig az okos gyerek vlogja. Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! Jossza vagyok, az okos gyerek, ez pedig itt a kosársuli. Ja? Nem, bocs, álljunk le! És a Gabennal most is az AC tábornak köszönhető, annó mindenkivel megismerkedtünk, és volt ott egy haver, akihez egyszer el is látogattam bulizni egyet, és ott találkoztam Gabennal, aki akkor még nem is tudom, 15-16 éves volt, komolyabban nem rappelt, csak szerette a repzenét, megjelent kosarasmezben, full cap-ben. Szóval ma az ő történetét hallhatjátok, de csak akkor fog elindulni az interjú. Én most a mögötten lévő palánkba innen bedobom ezt a kosárlabdát. Lehet, hogy itt leszünk reggelig, vagy pár évig még ez működni fog, de próbáljuk meg. A ti érdeketekben szurkoljatok! Na még egyszer! Na nézzük! Van még időnk. Ha még van egy kis időtök, tartsatok velem. Ki tudja, mi lesz. Sajnos a tétműtőtem után már csak labdaszedő lehetnék, úgyhogy kiszálltam a profiligából. Fix. Megvan! Ez az! Ne itt szaporíts tovább a szót! Jöjjön Gaben! És megnézzük, hogy mi az ő lepsztoria! Csekirácsó! Nekem a rap az 12 éves koromban indult, egy gangsterzoli kazettával. Átmentem egy másik suliba, és ott kaptam a Dönci barátomtól egy gangsterzoli kazettát. Hazavittem, emlékszem még mindig a pillanatra. Betettem otthon a hifi toronyba. Anyukám vasalt, és ez a Heldorado lemez volt. Ami nekem szart se ér, lehet, hogy neked az a jó. Ha-ha, ez a Heldorado. És mikor megszólalt, így megfagyott a levegő, hogy úristen, fiam, ez mi, mondom, ez a Gangsta Zoli. És amikor láttam rajta, hogy ez nagyon nem tetszik neki, akkor mondtam, hogy na ez lesz az én stílusom. És onnantól rámentem teljesen a Gangsta Zoli kazettákra, az összeset, akkor még csak kazetta volt, az összeset megszereztem, és orba szájba csak Gangsta Zolit hallgattam, külföldit egyáltalán nem. És hát a Gangsta Zoli és társait, a Dopmen kazetták, TKO kazetták abban az időben. Bűn az élet, ezt mindenki tudja, a TKO az utca hírmondója. Nekem az volt így az eleje a rapnek. Aztán amikor gimnazista lettem, akkor ott megismerkedtem, akkor jött egy új osztálytársunk, egy csajszé, és ő hozta egy az amerikai rappet, meg az underground magyar rappet, és akkor elkezdtem hallgatni így külföldit, de külföldiből is a mainstreamet, akkor jött be a 50 Cent, akkor volt óriási hype-ba a Fiti, minden Bravót megvettem, csak azért, hogy kivagdossam belőle ezért a 50 Cent, ekkora riportokat ráragazgattam a biciklimre, meg minden, kurva jó idő volt, és akkor a csajszi mutatott nekem, hogy mondja, hogy nem csak a Gangsta Zoli van magyar rapben, hanem van itt olyan, hogy underground rap, azt tudtam, hogy miről beszél. És Finucci-t mutatott először, Finucci-t meg Funkadelit. És így rögtön rámentem a Finucci-ra, mondom, az óriási állatok, a Gangsta is jó, de ez egy teljesen más sztori. A nevem Finucci, az idő nekem munkáz, mindenkit lenulláz, mert az összes többi fulgáz. És mondjuk már nekem rap bandám már a Gangsta Zolis időszakban is volt, a hatodikban meg is csináltuk,
ami az volt igazából a lényege, hogy hallottuk, hogy a Zoliék is mindenkit szétszidnak, akkor mi is, de hát mivel nem ismertünk más, csak a Zoliékat, de hiába voltunk rajongók, a Zoliékat szittuk, és így rájöttünk, hogy ez így annyira nem jó, de egymásra így nagyon nem tudtunk rappelni, de nagyon jó kis rap csapat volt, az volt a nevünk, hogy Missouri. És fú, mik is voltak a rap nevek, már nem is emlékszem, de utána ennek az underground rapnek a hatására alakítottunk a Gimibe is egy rap csapatot, ott viszont már emlékszem, abban ketten voltunk Oszi barátommal, ő volt a Rába Star Rhymes, én meg a Buda Chris, és így volt elosztva, és zenét nem tudtunk csinálni, úgyhogy azt csináltuk, hogy hogy doboltunk széken, ilyen bőrszéken, meg pengettük a rugós focinak a rugóját, az volt a gitár, és ugye arra rappeltünk igaziból Animal Cannibal szátiratokat, mert addigra már ahhoz is hozzájutottunk, valami homokozóból ásott ki egy kazettát az Oszi, egy Animal Cannibal kazettát, leporoltuk tiszta homokon, beraktuk és mondtuk, hogy na ez is kurva jó. Úgyhogy hát nekem így indult a rap, és akkor onnantól, mikor már felfedeztem ezeket a külföldi mainstream vonalakat, akkor elkezdtem hallgatni visszamenőleg a Dr. Dre-t, megismerkedtem olyan emberekkel, akik belevittek abba, hogy külföldön is van jó underground rap, meg a mainstreamben is van egy csomó, amit én nem ismerek, és akkor elkezdtem hallgatni mindenféle zenét, ami akkori klasszikusok, Snoop Dogg, meg Dr. Dre, meg Exhibit, meg ilyenek, és rámentem erre nagyon. És igaziból, amikor mi az első, hát már akkor az már egy olyan underground banda volt, amikor már tényleg zenéket csináltunk, tehát már az egy komolyabb sztori volt, akkor kezdtek ilyen ellentétek kijönni a csapaton belül, hogy mindenki ezt a külföldi underground cuccot, már nem is tudom, hogy még talán a Jedi Mind Tricks volt, amire így emlékszem, meg ott az Outer Space, és mindenki ilyeneket hallgatott, én meg 50 Centet, és mindenki jött a nagy bő cuccaiba, én is, csak hát én meg ilyen Nelly mezekbe, ezekben a nagy vokálmezek, fejkendő, raktapaszt, tehát tényleg úgy néztem ki, mint egy hülye, meg le volt fonva a hajam, meg mit tudom én, tehát hogy én teljesen ezt a mainstream vonalat vittem, már amikor az underground rappet csináltuk, a többiek meg ugye undergroundot akartak, és akkor velem mindig ment a vita, hogy hát bazd meg, akkor te most mi vagy, és én mondtam, hogy én akarok lenni az új 50 Cent, és az is lettem baszt. Azt mondanám első komoly dalnak, amikor azt éreztem, hogy visszahallgatva megjöttünk a stúdióból, és azt mondtam, hogy na igen, én ilyen rappet akarok csinálni, ilyen zenét akarok csinálni, és büszkén hallgattam vissza, mert előtte is csináltunk már dolgokat, meg komolyan is vettük, de visszahallgatva nem volt olyan frissen se, nem hogy így idővel. Ez a dal, ez már egy korai bírszivók dal volt, addigra mi már megalakultunk a Matyival, egy ötfős csapatból váltunk ki, és azt hiszem ennek 2006 vagy 2007 az éve. Elmentünk a Pixához, a Midistatch stúdióba, Fehérváron még megvolt a Midistatch, és mindenki oda járt, aki minőségi cuccot akart. És lementünk, és ez a Gerinctelen című számunk volt. Ami számít nekem, az csak a magam érdeke, hogy hajnalban hasadt a hazaérekkel. Nem kapsz SMS-t, hogy jó vagyok, vagy hol vagyok, hogy lehet a szombatom, mi volt a programom. Addigra már vettünk föl, így voltak olyan bírszívók dalok, amik a mai napig nem kerültek ki sehova, meg nem is fognak, mert azt hiszem, hogy elhagytam a DVD-t, meg tönkre mentek a CD-k, meg mit tudom én, tehát már az már nincs meg sajnos, pedig nagyon jó lenne. És hát ez a Gerinctelen című dal volt az, amit a mai napig meghallgatok, és azt mondom, hogy bomba jó, és tudom, hogy ezt nagyon szerettük koncerten is előadni. Ez nekem, ez volt az a mérföldkő, amikor azt mondtam, hogy ez a rap zene, és ezek vagyunk mi a Matyival, úgyhogy Gerinctelen. Bakarok egy percet, egy órát, egy fúszat, egy nercet, egy verdet, mi annyira gyors, brand new Porsche. 2010-ben megjelent nekünk a Picsa RP című lemezünk, ami akkoriban egy ilyen óriási nagy underground sikernek számított, és azon már elkezdtünk járni klubokba, koncerteztünk, nem sokat, ilyen havi egyet-kettőt, és közben csináltuk a következő lemezt, közben megéreztük, milyen színpadon állni, milyen az, hogy már emberek eljönnek miattunk, és tudják a szövegeket, és egy óriási élmény volt, és ezekből az élményekből táplálkozva, illetve abból, hogy tényleg elhittük, hogy rapsztárok vagyunk, megcsináltuk a Rapstar című lemezt 2013-ban, ez volt, ami nekünk egy igazán átütő lemez volt. Ugye ez 2014 év elejére érett be, mert ez 2013. október, azt hiszem, a megjelenés, és onnantól folyamatosan megyünk. Megcsináltuk az első klippet, a Visszapörgetnémet.
Visszatekerném az időt, megváltoznék. Az is egy óriási nagy dolog volt számunkra. Eszáll az időket, csak az óra mondja tiktak. Nézem a mutatót, de nem pörök be vissza. Lógtunk a téren, télen fáztunk, nyáron vert a víz. Jöttek a jardok, dobtuk a pakot és minden nap lett a bíz. Egy csomó olyan lépés van, amit tudnék reggelig sorolni, hogy hogyan alakult a csapat sorsa. De hát, ha csak a lemezeket mondom, akkor hogy 2016-ban megcsináltuk az Amíg Bírom lemezt, erről is már rengeteg, szinte az összes dalhoz klipet csináltunk, innentől elkezdtek nyitni felénk a tévék, akkor már minden zenetévén ott voltunk, és már van olyan dalunk, amit elkezdett már akkor is játszogatni a rádió, nyilván minimális szinten, és hát folyamatosan fejlődünk azóta is, most 2019-et írunk most is éppen egy lemezt csinálunk, illetve sok-sok szingult adunk ki, meg közreműködőkkel fogunk dolgozni, nem is rappes közreműködőkkel, hanem egy kicsit extrább lesz a dolog. Nagyon sok a tervünk, megalakult az élő zenekarunk, akikkel folyamatosan most már járjuk a klubokat, illetve a fesztiválokat, így hogy ez egy annyira jó projekt, és annyira szeretjük, hogy már nagyon régóta vártunk rá, mert 2010-11-ben csináltunk már egy élő zenekart, ami még ilyen gyerekcipőbe járt, csak akkor még nem volt a hip-hopnak itthon akkora, nem is tudom, befogadása, hogy ezt a zenekart el lehessen vinni fesztiválokra. Tehát a legnagyobb fesztiválok is azt mondták, hogy inkább legnagyobb, hát akkor legnagyobb számunkra a legnagyobb fesztiválok is azt mondták, hogy nem kell az élő, menjünk ketten. És akkor innentől nem volt értelme 2010-11-ben élő zenekarra foglalkozni, de hál' Istennek ez mostanra megváltozott, és most már a fesztiválok nagyon nyitottak rá, a zenekarokra is, és illetve a BSV Live-ra is. Úgyhogy most az elkövetkezendő időszaknak a tervei az a BSV Live. Meleg az óra, fekete lóra, tettem amibó. Ezek az éjhüppep és visszük, mint ezt a kaszinó. Lehet, hogy nézve könnyű lévek, magas éle. De üttük el a fasat, amíg meleg az a lényeg. Hello, 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 oh. Tudod, hogy így élem az életem. Gyerünk! Hello, 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 szevasz! A gyertyát a két végén égetem. Voltam túl sokat a fejében. Voltam túl sokat a mélyben. Illetve az új lemezünk, csinálunk most már mindenféle dalt, ugye csinálunk rappet, popot, trappet, mindent változatosan, ahogy ezt eddig is megszokták tőlünk, hogy sose lehet tudni, hogy éppen milyen stílust hozunk, mert olyan kedvünk van, akkor Tropical House-t hozunk, mert olyat is csináltunk már, hogyha van, akkor popot, ha van, akkor trappet, tehát nem is mondok így előre sok mindent, nagyon, hát amit tőlünk megszokhattak, változatos, de ugyanúgy minőségben, a klippekre, illetve a zenékbe. Swiss Norbival dolgozunk, most ő a producere ezeknek az új daloknak, és csináljuk igaziból ezt az évet is, rengeteget koncertezünk, úgyhogy mindenkit várunk, gyertek a koncertre, meghalljátok meg az új dalokat, és csak előre, ennyi a lényeg, a pina meg a pénz, ahogy a Döglét Zoli bácsi mondta. Szevasztok! Iratkozzatok fel a csatornára, nagyon jó kis riportokat láthattok, érdekes sztorikat, én már feliratkoztam, úgyhogy csekkoljátok ti is. Csőzet!